Köszöntöm kedves nézőinket! Önök az Egészség mentén című magazin műsorunkat látják. Mai adásunkban a dohányzás egészségünkre gyakorolt káros hatásairól lesz szó. A témával kapcsolatosan vendégem dr. Vajda Erika, a Budapesti Bajcsi Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet osztályvezető főorvosa. Nagyon szépen köszönöm, hogy ismét elfogadta a felkérésünket. Én is szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, és köszönöm az ismételt meghívást. Arra kérném, hogy kezdjük beszélgetésünket azzal, hogy pontosan milyen egészségkárosító hatásai vannak a dohányzásnak. A dohányzásnak számtalan egészségkárosító hatása van. Egyrészt ugye a dohányzás során az égés termékeket beszívja akár a dohányzó, akár a körülötte lévő emberek. A dohány füsttel pedig rengeteg káros anyagot szív be. Ezek közül a legkárosabbak nyilvánvalóan a kátrány, a nikotin, illetve a szénmonoxid. A kátrány lerakódik a tüdőbe, és a tüdő légző felületét fogja csökkenteni. A szénmonoxid az a hemoglobinhoz, a vérhemoglobinjához kötődik jobban, mint az oxigén. Ezért nem engedi a hemoglobint, hogy az oxigén szállítsa, pedig annak az lenne a fő feladata, és ebből adódóan károsítja a szervezetet. A nikotinnak is rengeteg betegségokozó hatása van, számtalan szervet károsít meg, szinte azt tudom mondani, hogy nincs olyan szerv, amit meg nem károsítana, meg ugye károsítja az agyat, tud ott gyulladást okozni, tud agyi történést okozni, a tüdőt, ahová ugye közvetlenül beszívjuk a füstöt, abban számtalan betegséget, többek között ugye a dohányzás okozta hörgőgörcsös hörgőgyulladást, vagy a tüdőrákot, vagy a tüdőtágulatot, de még azon kívül azért számtalan egyéb betegséget is a tüdőben, az érrendszerben nagyon sok betegséget szokott okozni, akár infarktust, ritmuszavarokat, magas vérnyomást, aztán más erekben is, a test más ereiben is, akár élelzáródást, ez biztos kedves nézők hallották már, hogy volt, akinek elzáródtak az erei, és ebből adódan akár még amputálni is kellett a lábát. Tehát nagyon súlyos mellékhatásokat tud ilyen téren is okozni, de szinte minden szervre, például a fiataloknál nagyon fontos, hogy ezeknek van olyan hatása is, hogy a termékenységet csökkenti, hogy a gyerek kisebb súllyal fog fejlődni, hogy koraszülés alakulhat ki, vagy éppen terméketlenséget elősegíti, hogy tulajdonképpen nincs olyan területe az életünknek, amire ne hatna a káros módon. És ugye a dohányzás nem csak magára a dohányosra van rossz hatása, hanem a környezetére is. Milyen módon? Igen, ugye nagyon fontos, hogy nem csak saját magát károsítja a dohányzó ember, hanem a körülötte lévő embereket is, ami hát nem jó. Van a dohányfüstnek tulajdonképpen három típusa van. Van ugye az elsődleges dohányfüst, amit a dohányzó leszív. Van a másodlagos dohányfüst, ami ugye a környezetbe megy, és amit mi beszívunk a környezetből, és ami a cigaretta végéről parázsló füst is ehhez még hozzájárul, és van a harmadlagos dohányfüst, amikor ezek a másodlagos füstök ezek lerakódnak tárgyakon, és például az is tud betegséget okozni, hogy valaki egy szobába dohányzik, aztán ő kimegy, és mi abban a szobába tartózkodunk, és ugyanúgy akár érrendszeri betegséget, infarktust, bármit, hiszen a lerakódott káros anyagok, akár a kátrány, akár a nikotin, ezek mind ugyanazokat a betegségeket ki tudják alakítani, mint azoknál, akik dohányoznak. Erre egy elég jó statisztikát tudok mondani, hogy például a dohányzás okozta halálozás a világon, az 8 millió embert érint, és a passzív dohányzásból származó halálozás 1 millió embert érint. Azért ez is elég hatalmas szám. Egyébként egy olyan 1,3 milliárd ember dohányzik a világon. Tehát rengeteg. És ugye napjainkban egyre elterjedtebbek az égést nélkülöző technológiák. Milyen alternatívák vannak a dohányzásra, illetve ezeknek milyen káros hatásai vannak? Igen. Ugye most nagyon divatosak, mert azt úgy hirdették a kezdetén még, hogy ezek az egészséget kevésbé károsító dohánytermék fogyasztást jelentik. Nagyon sok fajtája van, és három csoportba tudnám sorolni. Az egyik az e-cigaretták csoportja, mindjárt mondom, hogy az mit jelent. A másik csoport a hevítéses dohány termékeknek a belégzése, és a harmadik, amit tulajdonképpen mechanikusan teszünk föl, tehát egy ilyen dohánytasak, vagy snusz, vagy nikotintasak, ez mind a három különböző
különböző, ezt is majd elmagyarázom, hogy mit jelent. Ez a három csoportja van. Az első csoport ugye az e-cigaretták csoportja. Az e-cigarettákban azok tartoznak, mint például az F-bár, vagy a pokobár. Ezek az elmúlt pár évben nagyon divatosak lettek fiatalok között különösen, mert ők egy ilyen folyékony anyagot, vagy nikotintartalmú, vagy akár nikotinmentes anyagot tartalmaznak, és ennek egy ilyen fűtő spirálja van, ami felmelegíti a folyadékot, és egy párát képez. Ezért is ilyen vape technikának. Egy párát képez, és ezt a párát szívja be az illető. Na most ebben a párában sajnos olyan mérgező anyagok vannak, ami például nem jellemző a cigarettára, hanem csak ezekre a szerekre jellemző, például propilén, glikol, vagy egy glicerin, ezeket belélegezve nagyon rosszul járunk, mert nagyon sok betegséget tud okozni. Ugyanazokat a betegségeket tudja, mint a cigarettának a füstje, tehát értem én, hogy nem kátrány van benne, van benne más, ami legalább olyan rossz, hogy benne van, és ugyanazokat a betegségeket tudja okozni, pláne úgy, hogy ugye nikotint is tartalmaz, és ad hozzá a nikotinnak az összes következményét, mint a cigaretta. Ugye a hozzászokás az a nikotinból származik. A nikotin az olyan agyi reakciókat indít el a szervezetünkbe, hogy egy ilyen jó érzés támad, ezért aztán adott ember vágyik arra, hogy újra átélje ezt a jó érzést. De ez a nikotinból származik. Tehát minden készítmény, amiben nikotin van, az hozzászokáshoz vezet. Na most, hogyha egy cigarettáról, ugye, mert ezeket azért kezdték volna forgalmazni, hogy ez egészséges legyen, és ne cigarettát szívjanak az emberek, hanem valami egészségesebb terméket. Itt ezzel az a bajom, hogy akkor az egyik függőségből átmegyünk egy másik függőségbe. Kérdés, hogy ez jó-e, mikor ugyanannyi káros hatása van. Nem biztos. Tehát nem biztos. Ez nem nyereség. Az a nyereség, ha nem dohányzunk, nem az, ha átszokunk valami másra. Az e-cigarettát egyébként jogilag ugyanoda sorolják, mint az igazi cigarettát, a hagyományos cigarettát, és ugyanazok a törvények is vonatkoznak. Tehát ahol nem szabad dohányozni, ott nem szabad e-cigarettát sem szívni. Az e-cigaretta, ahogy mondtam, ugyanolyan káros, ugyanolyan betegségeket okoz. Ez az egyik csoport. Az elfbárba az a nagyon rossz, vagy az volt a nagyon rossz, mert ez törvény tiltja, egyébként Magyarországon elfbárt és a pokobárt is, az e-cigarettákat tiltja, ízesített dohánytermékeket, mindent egyébként. Ezekben az a nagyon rossz, hogy rengeteg nikotin tartalmaznak, észre se veszi a fogyasztó, hogy annyi nikotin szív be. Például egy elfbár, ami egy 800-tól 5000 puff, vagy szívást tartalmaz, de puffnak szokták nevezni, az akár a nagy kiszerelés, akár 18-20 doboz cigarettának megfelelő nikotint tartalmaz, ami rengeteg. És észrevétlenül ugye bejut a szervezetbe, ezzel mérgezést okozhat, hiszen egy 40-60 mg felnőttnél a halálos dózis, gyereknél meg 6 mg. Tehát nagyon hamar. A második csoport, ugye az a hevítéses dohány technika, az magát a dohány leveleket, azokat nem 700, vagy nem 800, meg 1000 fokra, mint egy igazi cigarettánál, de egy 350-400 fokra felmelegítik, és a felszabaduló pára, ott is egy pára van, azt szívja be a fogyasztó. Na most ez is természetesen a nikotin káros, ugyanazt tartalmaz, a nikotin tartalmaz, az ugyanazt hozza, mint a cigarettánál, és ebben is olyan, a párában olyan anyagok vannak, amik szintén mérgezést okozhatnak, ezek mind rákot is okozhatnak egyébként, mert ezek is okoznak. A harmadik, az pedig, amit mondtam, hogy a gyakorlatilag mechanikusan bevisszük a szánkba, illetve hát a felső hajak és az ing közé szokták helyezni ezeket a tasakokat. A tasak tartalmazhat dohányt, és akkor azt mondjuk, hogy ez egy snüsz, ez Svédországból származik, de tiltott szer egyébként Magyarországon, és a Magyarországon csak a nikotin tartalmú, nikotin só tartalmú tasakokat engedélyezik, ami ízesítetlen. Mindenhol csak az ízesítetlen. És azon kívül pedig van az úgynevezett rágó dohány, ami egy dohány, ami édes, tehát cukorral tartalmú, és azt beveszik a szájukba, és akkor azt tartották ott egy darabig, ezeket mind, és aztán utána azt vagy lenyelik, vagy kiköpik. A tasakokat kiköpik egyértelműen. És ezek ugye helyileg is tudnak rákot okozni, fogat nagyon károsítják, insorvadást okoznak, tehát szerintem azok az emberek, akik ezt most fiatalon használják, nem is gondolnák, hogy milyen következményeik lesznek majd ezek.
ezeknek, és persze a nikotinból származó összes mellékhatást is okozzák. Ez volt ugye a harmadik fajta. És mi a helyzet például a vízipipákkal? Igen. Ennek, mert hát ugye ez is elég népszerű a fiatalok körében. Népszerű, és ugye most még legális is, sajnos. Nagyon-nagyon károsak a vízipipák. Itt tulajdonképpen az történik, hogy van egy dohány, tehát egy dohánytartalma ennek az egésznek, általában, persze nem mindig, de majd mondom, hogy az is miért rossz. Dohánytartalma, illetve van egy melegítő eszköz, ami egy fa szén, és akkor ez a fa szént, ahogy melegítik, abból felszáll mindenféle káros, rendkívül káros anyag, és ez mind a dohányból is, és a faszénből is származó kis részecskék bejutnak az emberbe. A vízen keresztül átáramoltatás nem azt eredményezi, hogy leszűri, hanem pont, mint kiderült, az, hogy nagyon apróra porlasztja, nagyon mélyre jut, és sokkal károsabb. És ebből adóan nem olyan káros, mint a cigaretta, még károsabb. Erre néhány számot szeretnék mondani, hogy egy vízipipa elszívása során 2 szál cigarettányi mennyiségű nikotint, 11 szálnyi szénmonoxidot és 25 szálnyi kátrányt szívunk be. Tehát ez borzasztó káros, és ugyanígy az ott tartózkodó emberek, akik a környezetbe tartózkodnak, szintén beszívják, tehát ez például ki is van írva, ahol ilyen van, hogy kismamák nem tartózkodhatnak, nem véletlenül, tehát gyakorlatilag ugyanúgy másodlagos károsodás van ezeknél is. És ugye beszéltünk itt a beszélgetésünk közben többféle dohányzási alternatíváról, technikáról. Igen. Statisztikák szerint hazánk lakosságának hány százaléka dohányzik? Igen, a Magyarországon kb. 20% dohányzik. Ez úgy adódik, hogy olyan 25% a férfiaknál, és 16% körül a nőknél. Nagyon érdekes, hogy a férfi-nő arány most már olyan rossz irányba változott, hogy 53% a férfiaknak dohányzik, és 47% a nőknek. Ez 30 évvel ezelőtt egészen máshogy nézett ki, akkor 17% nő volt ebből, tehát 30 év alatt a nők elérték azt, hogy 30%-kal többen dohányoznak. Ez egy borzasztó rossz trend szerintem. Így aztán nyilván a betegségek is ennek megfelelően kiegyenlítődnek, hiszen ha többet dohányzik a nő, ugyanúgy beteg lesz, mintha a férfi dohányozna. Tehát rendkívül sokan dohányoznak Magyarországon. Ugye van egy ilyen, hogy szokjunk le a dohányzásról, egész világon van egy ilyen terv. Svédországban van az a legnagyobb eredmény, egész bárhol nézzük a világon, ahol 6% dohányzik, de itt meg van egy olyan kis kellemetlen dolog, hogy ugye Svédországban jött a snusz, ahol az előbb mondtam, hogy az ugye egy dohánytartalmú utasoknak a felhelyezését jelenti, ennek az aránya viszont 14%. Tehát gyakorlatilag az egyik függőségről lejöttek, de ott lett egy másik, és azt meg használják, és az Európai Unióban Svédország az egyedüli, ahol a snusz engedélyezett, tehát legális szer, sehol máshol nem, teljesen helyesen, hogy nem, mert szerintem ez nem megoldás, hogy rászokunk egy másik függőségre. És a korosztályokat tekintve, hogy mondhatjuk azt, hogy napjainkban már egyre fiatalabban kezdik a dohányzást? Sajnos, ugye ráadásul a hozzászokás annál nagyobb, minél fiatalabban kezdjük el. Ez nagyon-nagyon szörnyű. A nyolcadikos, van egy olyan, hogy nyolcadikos gyerek, egy ilyen statisztikai adat, hogy nyolcadikos gyerekök 3/4 része azt kipróbálta már a dohányzást, vagy az alternatív dohányzást. Ez borzasztó szám. 13-14 éves gyerekekről beszélünk, ez borzasztó, borzasztó. Tehát gyakorlatilag itt a hozzászokás is sajnos bőven 18 év alatt kezdődik. Na most van egy olyan statisztikai adatom is, hogy ugye a dohányzás gyakorisága különböző férfiaknál meg nőknél. 35-45 év körül férfiaknál a legnagyobb erős dohányzók aránya, és utána valahogy 45 év után ők kezdenek azért leszokni, vagy inkább kevesebbet szívni. Nőknél ez kicsit hamarabb van, 25-35 éves korunk elérjük azt, hogy bizony a legtöbbet dohányzunk, és utána az megmarad egész a nyugdíjig. És nyugdíj után kezdenek a nők inkább kevesebb cigarettát. Szerintem ez is érdekes és különböző. Még beszélgetésünk végéhez közeledve arra kérném, hogy adjunk néhány tanácsot nézőinknek, hogy hogyan szokjanak le a dohányzásról, illetve hát milyen egészségügyi, akár azonnali, illetve hosszú távú egészségügyi előnyökkel jár, hogyha valaki befejezi a dohányzást. Igen.
amit például nem is mondtunk ma, mert nem volt rá idő, hogy ugye daganatképződést, és nem csak a tüdőbe, mindenféle daganatnak szinte a gyakoriságát fokozza. Itt tudok egy olyat mondani, hogyha abban az esetben, hogyha valaki leszokik, akkor 5 év után a száj, a garat, a nyelőcső rákoknak az aránya felére csökken. A tüdőre nézve ugyanez, csak 10 év múlva következik be. Tehát ha valaki dohányzik és leszokik, 10 év múlva a fele olyan valószínűségű, hogy rák lesz a tüdőbe, mintha dohányzna. Tehát azért itt fontos, bármikor is érdemes leszokni, mindig is. Na most ugye a leszokás, én mindig úgy azt érzem, hogy a legnagyobb hatású az, ha én eldöntöm, és amit eldöntök, azt megcsinálom, és leteszem a cigarettát. Azt, hogy majd csökkentem, csak ez nem szokott beválni, csak az, ha letesszük. Az a tapasztalat, ha valami miatt, például egy tüdőrák miatt, amit meg kell műteni, azt mondom, hogy már pedig most nem lehet dohányozni. Olyan érdekes, hogy azt mindenki meg tudja tenni, mert tudja, hogy azon múlik egy műtét, és azon múlik az élete. De hogyha meg csak azt mondta, esik már lesz, akkor nem fogja abba hagyni. Miért van az, hogy akkor letudok? Mert eldöntöm magamba, és akkor leszokom. Sajnos, ugyebár vannak ilyen dohányzás leszoktató programok, nyilván ezek nem annyira eredményesek. Ha nincs meg az elhatározás, akkor bárki könyörög bárkinek, nem fog leszokni. Tehát legyen meg bennünk, tudjuk azt, hogy milyen mellékhatásai vannak, vagy milyen következményei vannak, döntsük el magunkba, és tegyük le. És ami nagyon fontos, hogy éljünk avval a lehetőséggel, hogy a szűrővizsgálatokat legalább tüdőre meg lehet tenni. Azért a tüdőrák, a dohányosok szempontjából a dohányosok 15%-ánál tüdőrák lesz, 30%-nál COPD, tehát itt azért ez nagy arány, viszont ha valaki tüdőrákos, annak 80-90%-a dohányzik. Tehát nyilván ez nagyon szoros összefüggésben van. Na most ez az összefüggés, ez azért fontos, mert most lehetőségünk van arra, hogy évente elmenjünk azért szűrésre, tegyük ezt meg, mert ha időben felfedezzük, na akkor belőlük lesz a túlélő. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Nagyon szépen köszönjük a hasznos információkat ismét. Én köszönöm a meghívást. Ez volt már az Egészség mentén. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. Tegyenek így a jövő héten is. Viszontlátásra!